aki volt engedett elvállalni a közösségünkre a vízszükségünkön, ami egyúttal a Páros Intézős Egyesület tanítani alkalomból egy olyan fajta gesztus a város irányába, hogy ebben szeretnék méltan ünnepelni a számunkra ezt a jeles eseményt. Tisztettel köszöntöm a Csizmadi atyát, a Baszita plébánosát, Hajdú Ferencet, a Lesteres urat, és ők fognak segíteni abba, nekünk abba, hogy méltóan ünnepeljük ezt a nagynapot, a számunkra a nagynapot, és meg fogják áldani a szobrunkat. Ezután engedjék meg, hogy felkérjem a Róma és Apostolos Általános Iskola szalonóját, hogy mondja el köszöntő szavakat. Igen. Vörös Marti Mihály, Deák Ferenc. Alkuttál, s mondtad. Nem kell, amit ti szerettek, vagy nem kell úgy, mint élni, szeretni szokás. Munkabíró lelket kívánok, félni tudatlan, és félni mellőtt, amint a haza jobb ügye hívó. És ember szerető szívek, a vadindulatokkal és áleszmékkel küzdeni síkra kelek, s ha tűrni viszályt és pártharagot, s ha kerülni lehetetlen, régi barátom is tűrni a néma döfést. S amint kezdettem, fiatalkori lelkesedéssel, arról hála imád mondani végnapomon. Mindezekért a díj, amelyet elérni reményem, baj, ha kicsin legyek a nagy haza hősei közt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Nagy szeretettel köszöntöm az EGRI városszépítőket, a Városszépítő Egyesület valamennyi tagját, akik szerintem EGER legkiválóbb hagyományait éltetik és gazdagítják. Kettős okunk van most az ünneplésre. Egyfelől ünnepeljük Deák Ferencet, a haza bölcsét, a kiegyezés atyát, de ünnepeljük egy kicsit, hogy úgy mondjam, saját magunkat is, a városi összefogást, az együtt gondolkodást. Deák Ferenc árva gyermek volt és aglegény. Nagyon erősen ragaszkodott a barátaihoz, akikből azonban nem volt sok, de mégis kötődött hozzá. Rendkívüli műveltségű ember volt, de több nyelven beszélt, ugyanakkor ismert volt humoráról, adományról és kiváló stílusban adott elő. Nagy testi erővel rendelkezett, bajsza tekintete, szó szerint tekintét parancsol. Ezt az arcot mi, EGRI képviselők, túl ismerjük, hiszen kellő szelítséggel tekint ránk ugyanakkor a városi díszterem festményére. Engedjék meg, hogy három gondolatát is idézzem Deák Ferencnek. Az egyik, amelyet szerintem mindenkinek, aki bárhol választott tisztségviselő, meg kell fogadnia. Ez pedig így szól. A hatalom csak eszköz, végcél a népek boldogítása. Ezt nem árt, hogyha most egy városi közgyűlés szünetében is eszünkbe vésünk. A másik ennek rokon gondolata. Az embereket puszta eszköznek soha ne tekints. Bármilyen alatt álljanak is. Tiszteld mindenkiben az emberi méltóságát. Ez napjainkban, amikor a közélet sok-sok harctól szabdalt, úgy hiszem mindnyájunk számára megfontolása érdemes. És ehhez kötődik a harmadik deáki mondat, ez pedig így szól. Magyarországot nem puszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni. Nos, szeressük Magyarországot, szeressük Egert tettek sorával, köszönetet mondok a városszépítőknek, köszönetet mondok Perc Balázs képzőművésznek, szobrászművésznek, és tisztelettel köszönöm meg mindazoknak az áldozatkészségét, akik tettek ennek az alkotásnak a megvalósításért. Köszönöm. Thank you.
magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, udvarait a dicsérettel, mert az ő szeretete örökké való és örökkével. Deák Ferenc elfogtárak megáldása előtt a Szentírás néhány igeverse dicsőn erősítsen őket. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és hadd utassanak a kországát. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Örüljenek, újongjanak a nemzetek, mert ártatlanul ítélet a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon a nép. Meghozta termését a föld, megállt a nép. Megállt bennünket az Isten, féljétől mindenünk. A minden jóknak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene, áldja, szentelje és őrizze ezt a szót. Legyen és maradjon Eger városának és benne közösségeinknek erőt sugárzó, erőre mutató jelképe. Kincsen bennünket a békesség keresésére, hivatásunk hűséges betöltésére, történelmi búzunk megbecsülésére, bölcsességre, hazaszeretetre és a közülünk állására. Isten áldja és tartsa meg e fogott készítőjét, a város minden lakóját, e helyre telepedettétért, hogy a még boldogabb jövőt Isten munkára lehessen. Áldja meg otthonában és templomában, munkájában és ünneplésében, családjában és utódaiban, nemzetségből nemzetségbe, örökkön. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Könyörögjünk, Istenünkre megáldod a tőled áldozatot és a szeretet, akik a hazaszeretet mind a kép előtt tisztelettel fejet hajtunk. Add, hogy embertársaink szolgálatának vágya töltse be a szívünket, és egykor eljussunk hozzád majd, örök hazánkba, a mennyei dicsőségbe, általad, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon te rejánk, és maradjon velünk mindörökké. Köszönöm szépen áldást, és helyben kérem Kújtosné Papgyörgyi bűvészünket, történészünket, hogy tartsa meg a rövid ismertető és Deák Ferenc pályafutására. Hogy vagy oda menjünk, és nem fognak semmit hallani Isten. Hát az a javaslat van, hogy menjünk be a templomba, akkor már az ismertető gyöngyörét nem hallunk szerintem. Kérem, hogy meg tartotta magát, hogy nem tölt be 12 lépcsőséget. Deák
mindkét katolikus volt, de mentes volt mindenféle felekezeti elfogultságtól, és első és utolsó jelentős nyilvános fellépése során éppen a vallásszabadság mellett szállt sikra. Az országos politikába 1830 után kapcsolódott be, és ezzel kezdetét vette a reformkori politikai élet egy markány személyiségének új életre. Minden megalakulásában a fokozat törvényes keretek között zajló átalakulás mellett vett hitet. 1833-tól Zalapárdai Országgyűlési követe, és mintegy 4 évtizeden keresztül az országos politika meghatározó, sőt, megkerülhetetlen személyisége lett. Később az 1839-es 40-es országgyűlés törvényeinek előkészítésében telítően részt vett, és 1839-ben tiszteletbeli tagjává választották a Magyar Tudományos Akadémiának is. Pártjában 1842-ben bekövetkezett halála után, de át felszabadította jogvárjait, majd önként vállalta az adófizetést, így bizonyítva, hogy ő nem csak elméletben hív a reformokon, hanem a gyakorlatban is átültette azokat. Az 1848-as események a rétülésekor is megőrizte nyitottságát, mivel tartott az erőszaktól, és elvetette azt, hogy a politikai eszköz. Elvállalt, hogy ilyen Batthyány János kormányában az ifjúsági tárca vezetését, de hiányzott előbb a kitűnő lelkesedés, és inkább fenntartásait hangoztatva áll az